Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház! Idén Veszprém tölti be Európa kulturális fővárosának címét, bevonva a város és a régió intézményeit, kulturális szinterének szereplőit és civil szervezeteit. A nagyszabású január 21-i nyitó rendezvényt követően az ünnepi évben számos színes programmal készül Veszprém és a régió, ezzel együtt pedig megnövekedett érdeklődésre számítunk. Nagy öröm, hogy a programhoz kapcsolódva Veszprém vasútállomás felújításának első üteme február elején megkezdődött. A beruházás az Európai Kulturális Fővárosa projekt támogatásával, valamint 355 millió forint erre a célra elkülönített MÁV saját forrásból valósul meg. A fentiekre tekintettel kérdezem tisztelt államtitkár urat, mikor vett igénybe az utazóközönség a megújult Veszprémi vasútállomás? Köszönöm szépen a választ! Köszönöm szépen, képviselő úr! A válaszra megadom a szót Nagy Bálint államtitkár úrnak. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselő úr, engedje meg, hogy azzal kezdjem, hogy Magyarország kormánya számára kiemelten fontos a kötött pályás közlekedés működtetése és fejlesztése. Talán mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2010 és 22 között 655 km vasúti vonal újult meg, 253 km vasúti szakasz villamosítása valósult meg, illetve 217 peron és 141 darab vasútállomás, illetve megállóhely fejlesztésére került sor összesen 1500 milliárd forint értékben. Az ön által is említett Veszprém fejlesztése, ahogy ön is mondta, több mint 1,1 milliárd forint, ha az összértékét tekintjük, és kettő ütemből fog megvalósulni. Az első június 30-ára fog elkészülni, amely elsődlegesen az utasvárot, illetve a belső tereket foglalja magába. Ez azt jelenti, hogy június 30-át követően már teljes egészében igénybe veheti a Veszprém, illetve a Veszprémből oda vagy vissza utazó közönség ezt az első ütemnek az újítását. A második ütem, ami elsődlegesen a külsőket, a homlokzatot jelenti, az pedig szeptember 30-áig fog teljes egészében elkészülni. Engedje meg, tisztelt képviselő úr, hogy megemlítsem még azt, hogy Magyarország kormánya további segítséget is nyújtott Veszprém városának, illetve a térségnek, hiszen több új szolgáltatás is bevezetésre került, ilyen, hogy új járatként jelent meg a Bakony Intercity, Budapest Ajka között egész nap óránként lehet utazni Veszprémbe, illetve Veszprém környéki településekre. Ezen felül Veszprémből Budapestre tartó utolsó vonat 23 óra 41 perckor indul, ezáltal is segítve a programokon még inkább való ottmaradás lehetőségét a tömegközlekedést választ. Illetve a Vármegye és országbérlet mellett pedig kiemelt rendezvényekre a Veszprém Balaton 2023 LKF menetjegyet lehet megvásárolni, amely szimbolikusan 2023 forintba kerül, és az ország bármely vasútállomásáról el lehet jutni ezért a pénzért Veszprémbe. Én azt kívánom, képviselő úr, hogy további jó munkát és nagyon sikeres szezont kívánok Veszprémbe. Köszönöm szépen a szót! Köszönöm szépen, állam!